Aki visszalép a magánnyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. Mit tud arról, mi lett a magánnyugdíjpénztáros megtakarításokkal? Nem tudom. Hogy nem tudja, azt ígérték, hogy egyéni számlára fog kerülni. A szakpolitikusokat kell megkérdezni. Jó? Ugye, hogy nem ez a szakterületem. A magánnyugdíjpénztári megtakarítások hova tűntek, hol vannak ezek a pénzek? A magánnyugdíj megtakarítási pénzek, azok a költségvetés gondolom felhasználta ezeket. Valamilyen formában megoldották ezeknek a problémáját. Na de úgy volt, hogy magánszámlákra került, tehát mindenkinek egyéni számlája lesz, és oda kerülnek ezek az összegek. Hát erre nem tudok most válaszolni, arra ugyanebben bele kell mélyednem ebbe a kérdésbe. Hova lett az a pénz? Megvan. Hol van? Teszem az állam kincstárban. És miért nem az egyéni számlákon, ahogy megígérték? Nem tudok ilyen ígéretet. Orbán Viktor maga ígérte. Bizonyára volt ilyen, én nem ismerem ezt szó szerint. Az egyéni számlavezetés biztonságot, garanciát jelent, és egyúttal befizetések nyomon követését is lehetővé tesz. A magánnyugdíjpénztári megtakarításokról. A magánnyugdíjpénztáros megtakarításokról. Most nyilatkoztam, úgyhogy most már. De nem erről nyilatkozott. Hol vannak ezek az összegek? Egyetlen egy állampolgár sem jár rosszul, a befizetett járulékok nem vesznek el, hanem megkapja a nyugdíját, amennyit megérdemel mindenki. Egyetlen nyugdíjas sem fog rosszul járni. Köszönöm szépen. A létező legjobb helyen van. Úgy gondolom, a nyugdíjpénztárnál is az államkasszában van. Úgy volt, hogy egyéni számlára kerül. És ennek mi akadálya van? Még egyre nincs előterjesztés ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy mi akadálya van, de nincsen egyéni számla egyelőre, illetve a múlt év végétől regisztrálják. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés ebben, hogy a nyugdíjpénztárnál, helyes vagy nyugdíjbiztosításnál, az államinál legyenek nyugdíjszámlák. Így, hogy nem tudtam fölkészülni, és konkrét választ nem tudok adni, de figyelni fogunk majd, és úgy gondolom, hasznos és jó döntést fogunk ezt behozni. Hallottam arra, hogy szavazás lesz erről, tehát az egészségügyi törvény módosításában erre is vonatkozik egy rész. Egy képviselő minden törvényt és minden szakterületet nem tud átölelni és átfogni. Ezért vannak szakpolitikusaink. Én általában pénzügyekkel foglalkozom, de érdekel ez a kérdés. Mindjárt meg is nézem, hogy miről fogunk szavazni ebben. Mert a szavazás előtt az jó tisztább lenne.